Tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit zentáborunk darban beszédén. Mondjuk el az Omnám mantrát hétszer. Oh. Van úgy, hogy fölérsz a 100 méteres oszlop tetejére, elérsz mindent, amit akarsz, de nem tudsz még egy lépést tenni. Nincs 101. méter, nincs mit elérni, és realizálod, hogy innen már csak ups. Merre lehet menni? Ha van benned olyan, hogy föl vagy le, akkor elveszíted az életedet. Ha nincs, Erőt, Hogy még egyet lépj, akkor megáll az élet. Az EN szándékosan hoz téged olyan helyzetbe, hogy paradoxonokkal kelljen dolgoznod, olyan kérdéseket kapsz, ahol az intellektus nem tudja a helyes választ, és belül érzed is, hogy amit kigondolhatnál, az csak részleges, közvetett, hiányos, tökéletlen, mindig aló egyik oldalára vagy másik oldalára esik, vagy olyan, mint amikor bekötött szemű emberek bemennek az állatkertbe, és megtapogatják az elefántot, az egyik a lábát, a másik az ormányát, a harmadik a fülét, a negyedik a farkát, és mindegyik elmondja, hogy szerinte az elefánt egy oszlop, egy slag, egy vitorla, vagy egy kötél darab. És valahol a realitással is így vagyunk, tapogatjuk vakon, vagy félig vakon és megpróbáljuk a teljességet átélni. De mindaddig, amíg ezt a gondolkodás útján, a dualitások útján szeretnénk tenni, ez nem lesz sikeres. Nem lesz teljes. A régi kínai mondás mondja, hogyan találhatnál rá arra a bikára, amelynek már a hátán ősz. Egy újabb mondás mondja, hogy ha abba hagyod a keresést, akkor biztos megtalálod azt, amit keresel. Ezek mind olyan mondatok, hogy az intellektust végtelen ciklusba küldik, és a gondolkodásod nem nyer értelmet, nem éri el a célját. Nézd meg, hogy merre felé megyünk az elménkkel, általában kifelé megyünk, az érzékszervi hatások felé megyünk, az igazunk felé megyünk, az érzéseinket követjük, a gondolatunknak mindig tárgya van, valami problémát meg akar oldani, ha legyen az matek, fizika, kémia, biológia, számítástechnika, bármi, csak legyen valami étek az elmének, amit megemészthet, és utána kimutathatja az eszenciát a végén. És kiderül, hogy ha valami lényegeset akarsz, akkor pont a gondolkodással kell fölhagyni, pont a dualizálással kell fölhagyni, és megmaradni abban az egység állapotban, ahol még nincs tér, még nincs idő, még nincs keletkezés, még nincs ősrobbanás. Nem tudjuk, hogy mi van, sőt, megfordítva, csak ez a nem tudható van. De ez a nem tudható, tiszta, tükörszerű, térszerű, ez az önvalónk. Ez a lényegünk, ez az, ami igazából közös bennünk, és minden lényben, minden létezőben. Személytelen, nem emberi, de bennünk ember. Az állatban az állat. A sziklában a szikla. Ezt úgy hívjuk, hogy ilyenség, a dolgok ilyensége. És ezzel egy olyan tapasztaláshoz kerülünk közel, amely még nem bontja szét kettősségekre a világot, amely még úgy látja az embereket, a társainkat, a világunkat, ahogy vagyunk. És ez az ilyenség, ez felbecsülhetetlen, mert ebből következik az igazság. Nem valamilyen intellektuális érrendszerből, nem egymás meggyőzéséből, hanem inkább abból, hogy tisztán látunk, tisztán hallunk, tisztán gondolkodunk, érzünk, cselekszünk és beszélünk. Enélkül igazából nem tudunk teljes életet élni. Ha teljességről van szó, akkor a tudat egységéről van szó, a tudatok együttműködési képességéről, harmonizálásáról van szó amíg őrizzük saját véleményeinket, saját duális önképeinket, berögződöttségeinket, addig ez lehetetlen. Addig folyamatosan küzdünk és harcolunk valamiért, ami csak az énben van, de valójában a világban nincs. A fának nincs igaza a bokorra a szemben. A hegy nem jobb vagy rosszabb, mint a patak vagy a tó. A természet végtelen intelligenciával látszólag spontán és önmagától működik, az ember az, aki erről leszakad. Elszigetelődik, elmagányosodik, elkedvetlenedik és boldogtalan lesz, mert nem találja önmagát. Nem talál vissza ebbe az eredeti egységbe, és érdekes módon ahhoz, hogy ide visszatérjünk, Pont ezt a dualisztikus gondolkodást, énalkotást, véleményalkotást kell feladnunk, amelyre annyira büszkék vagyunk, és amiről annyira azt hiszük, hogy jogunk. Az, és lehetőségünk. A kérdés az, hogy mennyire kell élnünk vele. Mennyire éljünk ezzel. Ha egy jó halász vagy, akkor a hálód kifogja a halakat de a tengert nem foghatod ki. Ahhoz, hogy a tengert tapasztald, le kell tenni a hálót, és be kell ugrani a vízbe. Ha valóságról gondolkodni szeretnél, kiolvashatsz könyvtárakat, de az még mindig nem az, amit a valóság tapasztalatának mondunk. Ahhoz le kell tenni a könyveket, és befelé kell fordulni, és a tudatot tengerébe kell beugrani az éberségnek az oxigén palackjával. Ahogy a Mahapari a szútra mondja, tudatodat szilárdan a pillanatban tartva, enged, hogy elméd bárhova menjen, és te bármit megtapasztalj. A bevezetőt legnagyobb nyugati bodhiszatvánk a teljesen megvilágosodott Jézus úrunk tanításával zárom. Inspiráció nektek itt, hogy bizony mondom néktek, ha nem lesztek gyermekek, újra nem léphettek be a mennyek országába. És itt aláhúznám azt, hogy újra. Mindenki felnő. Ti is. Elkerülhetetlen, sőt, kívánatos, hogy felnőjetek. De hogyha nem tapasztaljátok meg azt a tudatot, amely a gondolatokban szegény, de teljes lélek, akkor nem tapasztaljuk meg azt, amit valójában szeretnék, és nem leszünk soha boldogok. Akármit szerzünk, akárki van mellettünk. Valami még mindig hiányozni fog, és valamit még mindig kívül vagy a másikban akarunk keresni, holott ez magunkban van. És hogyha magunkban megtaláljuk, akkor a másikban is megtaláljuk. Butha Sákja a Buddha megvilágosodásának pillanatában azt látta, hogy belül mindenki butha, a lelke mélyén mindenki megvilágosodott, csak vastagabb vagy vékonyabb karma réteg ezt az egészet. És azért vagyunk itt, hogy ezt a karmaréteget leszedjük leszedjük magunk és mások boldogulására, hogy ne szenvedjünk és szenvedtessünk feleslegesen. Nem adhatom meg neked azt, amire szükséged van, de segíthetek elvenni azt, amire nincs szükséged. Amire szükséged van, az már benned van, bennünk van, mindenkiben ott van. De látod-e, éled-e, tapasztalod-e, vagy csak a karmádat követed. Úgyhogy ha ezen az úton segíthetek, bárkinek akkor itt az idő kérdezzetek. A felajánlásban olvashattuk, hogy a tíz világ buthája, hogy az mit jelent? A tíz világ az a hat keletkezett birodalom, és a négy fenső birodalom, amely a születés és halál küszöbe fölött van. Először az alsókat mondom, a hatból középen az állat és az emberi, az emberi fölött a félisten és az isteni, az állati alatt a démon és a pokolbéli. És hogyha erről lehántjuk a Mahaján a Panteon ugye, szavait, akkor tudat tartományokat vagy tudatfrekvenciákat figyelhetünk meg, hogy az embereken belül látsz boldogokat és szomorúakat, erényeseket és bűnözőket, pontosan úgy láthatsz ebben a kiterjesztett hullámtartományban, olyan lényeket, ugye, amelyeknek nem emberi testük van, hanem mondjuk csak energiatestük van. A sűrűbb az a félisten, a ritkább az isteni. Vagy olyan, akiknek nagyon sok rossz szenvedésteli karmájuk van, és ezért démonok vagy pokollakók, tehát még lejjebb vannak, mint az állatok, még a atavisztikusabb viselkedéssel, és majdnem azt mondom, hogy ösztönvilággal, de ha nincs tested, akkor frajdnak nincs dolga. Ezek olyan hullámtartományok, olyan létszférák, amelyeket tapasztalhatsz a tudatod tükrében akkor, hogyha egy bizonyos tisztaságot elért, és ehhez a születés és halál küszöbb fölötti világot meg kell tapasztalni, ezt hívjuk transzcendens tapasztalásnak. Szó szóval szerint az érzékszervi meghaladása az, az az érzék fölötti. Itt a karma törvénye mindenkire tudat minőségének függvényében érvényes. Hogyha nagyon tiszta tudatú vagy, akkor kevesebbet szenvedsz ettől a változástól, és kevesebbet szenvedtedsz emiatt. Ha a tudat nagyon fedett, és nagyon tudatlan, nagyon sötét, akkor a téves nézetek miatt kialakul a kapzsiság és a harag bármely létszférában, az adott létformára jellemzően. Az ember ember módon haragszik, az állat állat módon haragszik. És akkor, amikor elérjük ezt a pontot, akkor egy pillanatra kikerülünk ebből a szamszárikus körforgásból, amely jellemző a hatvilágra. És ekkor egy pillanatra meghaladtuk az élet és halál kényszerét, és hogyha tovább gyakorlunk, akkor belépünk az élet és halál küszöbe, fölötti világba, amelyet négy részre hoztam a de ezek már nem sávok, inkább négy szükséges alkotó rész. Az egyik a hallgatók, akik tudnak hallgatni és figyelni ezek a srávakák. Nem gondolkozol, nincs állandó pörgés, már nincs kényszerű gondolkodás vagy dualizálás az elmén belül, hanem csak figyelsz. Folyamatosan, rezenéstelenül, áthatóan figyelsz. És ez a pillanat teljesen tiszta. A másik a pratyék a buthák, akik az önerőből megvilágosodottak. Ez azt jelenti, hogy erőfeszítés nélkül nincs eredmény. Ha te nem fejtesz ki erőt, nem gyakorolsz, nem lesz lehetőséged. Elvágod magad elől a lehetőséget, mert nem mész, nem haladsz. És ezért jelenünk meg itt a darmateremben formálisan naponta háromszor, hogy ezt a haladást együtt éljük át. És paradox módon a haladás pont az, hogy egyre inkább helyben maradsz, egyre inkább ezt a pillanatot éled, egyre kevésbé mészel a test és a lélek egységéből, ezen túl vannak a bóthiszatvák, akik megvilágosodnak, felébrednek, meghaladják az élet és halál kényszerét, de visszatérnek. Visszatérnek, értünk. Azért, hogy az utolsó szenvedő lényt is megmentsék, és hogyha utána olvasol, őszentsége a Dalai Láma egyik nagy fogadalma az, hogy ameddig egyetlen érző lény szenved a szamszárában, addig szülessem én is újra megmenteni őt. Ez a mi életünkre lefordítva azt jelenti, hogy sosem leszünk munkanélküliek. Mi leszünk a darma közmunkásai. És pontosan azért tesszük ezt, mert hogyha az együttérzés legalább az alapvető belátást elérte, akkor látod, hogy a te szenvedésed az én szenvedésem. Látod azt, hogyha nem segítek másokon, akkor az nekem is káromra válik. Ha ezt magas szinten látod, akkor azt is tudod, hogy a személyes megszabadulás nem érhető el mások segítése nélkül, mert a saját karmádat, saját magad nem tisztíthatod meg egyedül. Nem látod elég jól. Nem tudod megélni. Ehhez társak kellenek, ehhez egy csoport kell, ehhez család kell, hogyha olyan karmád van. És aztán a buddha, a teljesen megvilágosodott, aki már nem születik testbe újra. És ez a négy. Viszont, ha úgy nézed, hogy ez egy nagy tortának a négy szelete, akkor járunk el inkább helyesen, és nem valaminek a négy szintje. Tehát a hallgató az nem alacsonyabb szintű, mint a buddha maga. A pratyéka buddha az nem a bodhiszatva alatt van. Tehát tudj hallgatni és figyelni. Gyakoroljon erőből. Érd el a felébredést, és utána gyere vissza másokért, és akkor ez a négy a helyére kerül. Ha nem ezt tennénk, akkor valahol önzők lennénk, és valahol újra termelnénk az énséget, és minél magasabb szintről termeled újra az egoitás vakságát, annál keményebben köt, mert annál tudatosabban csináltad. Ezért kell nagyon vigyázni, hogy ne alakíts ki önképet, de láss tisztán, haj tisztán, és járj elfelelősen, és használd a szabadságot helyesen, amit elértél. Mert ha nem újra gyártod a börtönt, újra befalazod magadat a dicsőség, az erény, a siker, az elismerés, a hírnév tégláival, és ezt hidd el, hogy bármelyikünk el tudja követni, hogy eleget dolgozott, és félreismeri a munkájának az eredményét. Úgyhogy ezért fontos a tíz világ, ezért az összes buthájának felajánlunk adományt minden nap, és emlékeztetjük magunkat, hogy előttünk és utánunk is lesznek gyakorlók, és fölöttünk és alattunk egyaránt vannak létformák. Nem mi vagyunk az elsők, és nem mi vagyunk az utolsók. És az a legjobb, hogyha az emberiség, mi magunk, megtaláljuk a helyünket ebben a világegyetemben, mert kétségbejtően nem tudjuk, hogy kik vagyunk, és mi a dolgunk itt. És ezért csináljuk ezt magunkkal, és egymással, meg a bolygóval. Egy picit ráébrednénk, akkor elkezdenénk másképp viselkedni, másképp élni és halni. Ezért fontos a tíz irány, vagy a tíz világ, egyéb kérdés. Azt mondod, hogy nem te mondod, hanem a szívszutra, hogy az üresség forma, a forma üresség. Ezt a szútra így mondja, ez De így van. van. De hát akkor itt bármilyen szint, bármilyen szelet a tortának tartalmazza. A azt a szuperintelligenciát mondjam azt. A szuperintelligencia és az üresség azonos vagy különböző? Szerintem azonosnak Akkor kell. Akkor megütlek 30 -on. Mi? Mert összemosol két fogalmat. Tehát ez és a minden tudás nem ugyanaz. De az egyikből következik a másik. Hát ez az, hogy mégis de az. De nem ugyanaz. Hát de minden üresség, minden forma, minden forma, minden üresség. Még ez a mondat is. Ez is. Hát ott van benne, hogy nincs se szem, se fül, se or. Eredetileg. Igen, de de a létrehoz, van, mert... ez az. Na jó, most már rájöttél. Ugyanis a szívszútra semmi más nem mond, mint az, hogy eredetileg ugye az öt skanda, az öt személyiség alkotó üres. Ez azt jelenti, hogy ez teremtett. Hiszen miért lenne benne egyébként az, hogy és ezzel minden szenvedést meghalad? Tehát akkor haladsz meg minden szenvedést, hogyha a karmád minden aprócska darabját teremtetnek látod, és ezáltal a teremtő pozícióba visszalépsz. De, bocsánat, mi nem a... Tehát, hogy mondjam, mi, mi az, ami a karmámban nem teremtett? nem, én, én, hoztam létre, vagy a, az az én, aki az üresség. <laughs> hogy fogalmazzam ezt meg? Tehát, hogy az összes karmám teremtett? Melyik karmám része nem teremtett, vagy kinek nem teremtett a karmája? És innentől kezdve az meg már karma, hát az meg már üresség. Engem az érdekel, hogy benned mi az, ami ezt a kérdést elméletivé teremtette? Az a, a gondolkodó. A gondolkodó, tehát a kicsi dékárt ott belül. A aki kicsi. Ott van. A kicsi üresség. A kicsi üresség. Hát én kívánom, hogy a kicsi üresség találkozon a nagyjal, és akkor Csend lesz. A csepp beleolvad az óceánba, és az óceánnál válik. Nem, Ez egy nagyon jó tapasztalat. Én nem vitatkozni akarok, csak meg szeretném jól érteni. De, De nem az, fogod. Az, az, az is az ürességből jön. Nem fogod megérteni. Buddha se érti, Bóthidarma se érti, én sem értem. És hogyha jól meditálsz, akkor te se fogod. Amíg ragaszkodsz a gondolkodáshoz, addig ilyen nagyon intelligens kérdés-válasz lesz, Ez és hogyha meghatározod az utat, hogy tényleg a gondolkodás forrása felé szeretnél menni, akkor előbb-utóbb a szó visszaolvad a csendbe. Ez evidens. Onnan keletkezett. Minden forma üresség. Egy pillanatra megvolt, aztán tovább lendült a lentkerék. Nekem egy ilyen nagyon személyes kérdésem lenne családi karmával kapcsolatosan, mert ugye... Nagyon személyes mondta... családi választ fogok adni. Igen. Tehát ugye Igen. van az egyéni karmánk, és van a családi karmánk, Igen. és az én családomban hosszú-hosszú generációkon át a szenvedélybetegség egy formája az nagyon-nagyon erősen ott volt, az én szüleim, tehát mind a két szülőm esetében. És egy 30 éve folyamatosan dolgozott mind a két szülőm azon, hogy ezt, ezt a szenvedélybetegséget elhagyja, de ezáltal ugye ők saját maguk is nagyon sokat szenvedtek, én egyedüli egy gyerek vagyok, én is nagyon-nagyon sokat szenvedtem, és ezáltal egy ilyen, talán 45 éves korom még egy ilyen iszonyatos kemény düh volt benne, meg egy ilyen nem, nem is tudom milyen állapot, pedig akkor már mind a két szülőm letette ezt a fajta szenvedélyt, nem is értettem, mert ez úgy történt, mondjuk az édesanyám esetében, hogy egyik nap még megvolt ez a fajta szenvedélybetegség, következő naptól meg egyszer csak eltűnt, és soha többet nem nyúlt hozzá. Fateromnál az, az hosszadalmasabb volt, ő, ő, 30 évig, a mai napig ő, ő ezt tartja. És na csak az lenne a kérdésem, hogy mindegyikünk, tehát hogy ez, mondhatom azt, hogy ez egy olyan karma, ami most akkor ezt letettük? Tehát, hogy én magamban nem érzek erre késztetést, hogy most én ehhez hozzányúljak, és akkor tényleg nagyon sokat dolgoztam ezen magamban, úgy gondolom, hogy én ehhez ne nyúljak, hogy akkor ez egy olyan karma, amit én akkor mondhatom azt, hogy letettük, mint Nem mond, mert visszaüt. Mondd azt, hogy már úgy dolgozol rajta, hogy nincs túl sok munkád, de még mindig dolgozol rajta. A befejezettség az egy olyan csalóka dolog, hogy az elme elkezd visszaélni vele. Hogy én nekem ez megvan, én ezzel kész vagyok, én ezt befejeztem, nekem már ez nem probléma. Én azt javaslom, hogy maradjon egy ezreléknyi probléma, ami még ott szépen ketyeg. És az arra még figyelni kell. És hogyha ez így van, akkor nem veszted el az éberségedet, nem ülsz rá az eredményre, és nézd meg ezt az egyenletet, mert azért azt hiszem, hogy nagyon sokunk családjában előfordul szenvedélybetegség. A Háborút és a kommunizmust megélt generáció mennyire tudta megélni az érzelmeit? Megélték esetleg a vágyaikat, a késztetéseiket, hogy hogyan tudták az érzelmeiket rendesen artikulálni, és egy világos, őszinte érzelmi életet élni a frontvonalon, az ország újjáépítésekor, a forradalom idején, az elnyomás idején, a szegénység a nélkülözés idején maradjunk annyiban, hogy nem túl sok idő maradt önismereti kurzusra. És akkor az történik, hogy a legőszintébb, legfinomabb, legsérülékenyebb érzelmeidet el kell nyomnod, mert ki se nyilváníthatod. Egy idő után már magad előtt sem. És az elnyomott érzelmekből szenvedék keletkezik. A szenvedélyből különböző mánia, például a munkamánia, és utána pedig a szenvedélybetegség. Szembe kell nézni azzal, és erre vannak módszerek, hogy mondjuk fölötted lévő három generáció milyen családon belüli erőszakot, és családon kívüli erőszakot szenvedett el. És ezek az erőszakos dolgok nyomják el az érzelmeket, mert nem merjük ki nyilvánítani őket, aztán el is szokunk tőlük. És ezeket igen le lehet tenni, ezeket meg lehet tisztítani, vissza lehet nyerni a lélek egészségét. És kell is, azért is vagyunk itt. De amikor arról van szó, hogy szenvedélybetegség, akkor legelső sorban azt kell megnézned, hogy te miért születtél abba a családba. Mi az a saját személyes karma, ami téged odahozott, amiért az apád az apád és az anyád az anyád. Hallhattad tőlem sokszor, hogy nem véletlenül születtél oda, és nem a szomszéd gyereke lettél, hanem a szüleid gyermeke lettél. Nagyon-nagyon hosszú ideig tart, amíg felfedezed, hogy valójában mi hozott téged oda. De ha nem fedezed föl, soha nem leszel önálló. Nem leszel autonóm. Szülők, ugyanez, tessék belül megvizsgálni, hogy miért született hozzád a gyereked, a gyerekeitek. Mi az a karma, ami bennetek közös? Hogyan tudjátok segíteni egymást? Mik az akadályok, mik az erények? És hogyha meglátod azt, hogy miért születtél, te szenvedélybeteg családba, akkor azt is meglátod, hogy mi a dolgod. Hogyan segíthetsz magadon, másokon, és végül a családtagjaidon. Ez a sorrend szándékos, mert a sors kegyetlen igazsága, hogy a családtagokon, a vérszerinti, kőkemény közeli kapcsolatokon tudunk a legkevesebbet segíteni és változtatni. Ennyire köt a karma, ennyire mély az azonosulás, ahogy a vérség kötelez, mondjuk. Igen, ameddig hagyod. És ez nem a lojalitás hiánya, vagy az odaadás mellőzése, hanem inkább a karmának a látása és a helyes látása. Tehát merd az érzelmeidet belül megélni, és kívül artikulálni, kimondani, kerülj egy olyan környezetbe, kapcsolódj egy olyan emberhez, akivel érzelmileg őszinte lehetsz. És onnan látod, hogy ez működik, hogy megjelenik a természetes bátorság. Nem a kivagyiság, nem a vakmerőség, nem az esztelen kockázatvállalás, hanem egy természetes bátorság, amivel szembenézel a magad és mások érzelmeivel, és nem futunk el, és nem harcolunk és nem fagyunk le, és nem fagyasztjuk le a másikat, hanem tiszteljük a másik érzelmeit, együtt érzünk vele, mert ő is előbb-utóbb ezt teszi velünk. Ez az emberi. Ha egymás érzelmeit nem tudjuk tudomásul venni, abból olyan torzulatok vannak, amely később erőszakhoz is vezethet, és ez borzasztó. Tehát elsősorban egymás jelenlétét kéne bírnunk, cselekvés nélkül, reakció nélkül, tisztán tükrözve a másikat, úgy, ahogy azt a lelkem tükre lehetővé teszi, és minél tisztább a lelkem tükre, egyre inkább úgy látom a másikat, ahogy van. Ennek a csalhatatlan jele a bizalom. Tehát, hogyha valakiben te megbízol, azt nem tennéd meg úgy, hogyha nem éreznéd, hogy a másik tényleg jól lát téged. Érzi, hogy te ki vagy, mire van szükséged, mitől félsz, mik a reményeid, mik az erényeid. De sokkal több múlik ezen, mint gondolnánk. És ezeket jó, nagyon finom állapotukban nyakon csípni ezeket a karmákat. Mert hogyha elfogyjuk őket, akkor később esztelen módon éljük ki őket. És ebből vannak a betegségek, a torzulatok, az aberrációk, a szenvedély, betegségek és a többi. Úgyhogy nézd meg, hogy miért születtél oda, hogy, hogy ez a lélek honnan jött mit hozott magával, mi az, amit a szülők tükröztek, mit tanultál tőlük, és mi az, amit elvetettél abból, amit kaptál. És hogyha ezt így nézed, akkor előbb-utóbb megtanulsz hálásnak lenni azért, amit kaptál, és lemondani arról, amit nem kaphattál meg. És ez a felnőtté válás útja. És hogyha ez megvan, akkor tudsz valójában társulni egy másik emberrel. Ez Nélkülözhetetlen valamilyen szellemi gyakorlat. Tehát, hogyha nem haladod meg a karmát, akkor nem látod a karmát. Ha azonosulsz az előtted lévővel, nem látod az előtted lévőt. Ugye ezért óriási felelősség az, hogy milyen tudatállapotban vagyunk. Mi az, amit kisugárzunk a másikra, és felfogunk belőle. Ezért kell gyakorolni. Én azt szeretném kérdezni, hogy a zen szerint, a zennek mi a válasza arra, hogy én ki vagyok én? A zen nem létezik, nem is tud válaszolni. És neked? Nekem? Ez egy jó kérdés, fogalmam sincs. Köszönöm. Szívesen. Említetted az előbb az én falnak a lebontását, tehát hogy lebontását, hogy ebből juthatunk. Mégis a gyakorlást az én végzi. Ó, nem. Nem. A test, a lélek és a tudatosság végzi, az én megközben ott szenvedést és hogy mi történik, Úristen. Tehát végzett testtel, lélekkel, tudatossággal, és ebben a tudatosságban nagyon jól látszik az én. Nagyon jól. és Az ember úgy elszörnyülködik, de ez a szörnyülködés egy újabb én, úgyhogy ezt is megszüntetjük. Úgyhogy úgy látjuk a karmát tényleg, ahogy van, és megszűnünk lasspatyolni a saját vállunkat, vagy pedig elképesztően rosszul érezni magunkat, mert pontosan azt hordozzuk a kis izsákunkban, amit minden időzítés és helyzetfelismerés kérdése. Tehát fel kell ismerni, hogy melyik karmád, milyen helyzetben, hogyan használható arra, hogy segíts magadon és másokon. És az énség, hidd el, az első tényleges tisztább pillanatban az úgy eloszlik, aztán meg is jelenik újra, mert nagyon sokoldalú, de nem az én végzi a gyakorlatot. Te végzed a gyakorlatot. Jó. Köszönöm. Szívesen. Két kérdésem is lenne. Az egyik az, hogy az első meditáció alkalmával, a felé nagyjából, olyan forróság tört rám, hogy szó szerint kivert a víz, és még a könnyem is kicsordult. Amikor ez van, akkor itt a testednek az előlapján, itt gyomorból, vagy esetleg hasnyálmirigy így fel, így hatalmas mennyiségű energia megy fölfelé. Van egy jó hírem, meg egy rossz, melyikkel kezdjem. Na mondom a jót, életben vagy. Ha nem lennél életben, akkor ez az energia nem lenne. És ez nem menne fölfelé. Na most rossz hír nincs, csak munka van, lent kell tartani amikor erős érzelmi karma, főleg tudatalatti érzelmi karma egy beindul, gondolati is, de azok a részecskék annyira aprók, hogy rögtön átmennek a szűrőn, tehát a gondolatok sokkal hamarabb tudatosodnak, mint az érzelmek, legtöbbünknél. A felső három csakra valamelyike magához rántja az energiát, és akkor az úgynevezett sangi, a felszálló csi jelensége valósul meg. Ez itt még éppen nem veszélyes, de kint a világban, amikor kőkemény karma, nem pedig egy kis meditációs tapasztalat teszi ezt, szívinfarktus és agyvérzés lehet az eredménye. Ezért is csináljuk azokat az energiagyakorlatokat, hogy a mikrokozmikus energiakört a megfelelő irányba forgassuk. Hogy elől itt lefelé menjen, hogy szokjunk hozzá, hogy tantienben van a fókusz, itt nem kell csak a formális meditációra gondolni. Ülve, állva, járva, fekve, ébren, alvásban, beszédben, csendben, mindenhol tant ilyen. Folyamatosan a nagy kérdés, hogy mi ez. És nem fogjuk tudni. Csak föltesszük a kérdést. És ez a nem tudható lesz a tapasztalás. Kognitív válasz nem lesz soha. Vagy ha van, kuka. És innentől kezdve uralod az energiát, mert uralod az információt is. Nem alakítasz ki szilárd önképet, akkor nincs semmit fölül, amely fölfelé rántsa az egészet, hanem megmaradsz a tiszta, tükörszerű, térszerű önvalód állapotában, és ez a tantén fókusz kell. Különben a felső csakrák beindulnak, és azonnyomban legyártanak valami önképet, valami kis mozít, amivel megint lehet foglalkozni, és lehet gyűrődni, örömködni, küzdeni, ellankadni, bármi csak történjen már, valami már unalmas. a meditáció nagyjából ez van, hogy a tudatban egy kis tér nyílik, karma azonnal betölti. Azonnal. Aztán egy kicsit tovább nyílik tér, megszokjuk, megszeretjük, megint jön valami rústnyasság, ami két soros megint le akarja harapni a kis fejedet, aztán megint. Oké? Okay? Tehát ez egy nagyon normális tapasztalat, csak lélegzettel szépen tessék további érzelmi vagy értelmi reakció nélkül levinni ide tantienbe az egészet, csak minden rendben van. Két ember hogyan lehet úgy összedrótozva, hogy mondjuk az egyik itt van, a másik x kilométerre, és mégis tudom, mit csinál. Nagyon fontos, hogy a tudattól tudatig való kapcsolat az nem csak egy térben és egy időben tud megvalósulni, hanem egy időben, de... Térben távol. Akkor is egy térben vagyunk, csak iszonyú messze a látóhatáron túl. A tudattól tudatig való kapcsolat az bizony eredetileg térben és időben határtalan. Ezt nem csak az ikrek tudják, akik több ezer kilométerről megérzik egymást. Kialakul egy bizonyos tudati közösség, lélek közösség, és akkor azok a csatornák mindig is nyitva vannak. Egész addig, amíg ki nem ürülnek, tehát az energia a lábhagy, vagy pedig valaki lefalazza. Olyat is láttam már. Akkor a másik szemben kopogtat az ajtón, de nem enged be. Ha. Úgyhogy használjuk helyesen ezeket a csatornákat, ne éljünk vissza vele. Köszönöm no? szépen. Szívesen. Egy pár kapcsolatban létrejött uh, ilyen kapcsolat két ember között. Az meddig áll fenn ameddig a, jóm... a pár akarja. És uh, fontos ezt lezárni, hogy egy régen elfeledett... Az álfeledett... Isten szerelmére miért zárnád le? Van egy gyönyörű párkapcsolatod. De volt azért? barátnő. Én régen elfeledett volt barátnő egy másik kontinensen, így éreztem, mire gondol. Hűha! Látom a szemeden, és akkorára tágult hihetetlen. Te tényleg érzed, hogy ez a volt barátnő mit gondol? És honnan tudod, hogy tényleg azt gondolta? Főhívtad és megkérdezted? Küldött róla e-mailt a sztori az az, hogy eszembe jutott, hogy milyen valamiért csak és így milyen hetet, hetet töltöttünk Szalpallóba. És megnéztem az e-maileket, és küldött róla egy e-mailt, hogy a, a képeket. Hát ez elég Elkültem. zsúfolt város Szao hogy úgyhogy megértem. Tehát... Figyelj, ez a kapcsolat ez nem bűn, tehát nem vagy hűtlen akkor, hogy egy korábbi barátnőt megérzel, csak mondom, nem mindegy, hogy mi a csatorna üzenet tartalma nem küldünk át szívecskéket a régi barátnőnek, mert még félreérti. Értem. És még azt megkérdeztet... <gül> <gül> És még azt megkérdeztem, hogy két ember között létrejött kapcsolat mekkora lenyomata van. Gondolok itt arra a mondásra, hogy ne háljunk olyan emberrel, akivé nem szeretnénk válni. Mert egy nemi kapcsolat, egy létrejött nemi kapcsolatból átjön a személyiségéből valami. Hát ezért szögezzük le, hogy... Most azért Krisztinát meg kéne nyugtatni valahogy, hogy akármennyit alszol vele, azért te nem válsz ő Krisztinává. És fordítva szerintem még fontosabb, hogy Krisztina akármennyit alszik veled, nem válik bálintá. Az biztos, hogy egy nagyon komoly Érzelmi-gondolati fúzió van, és így tanulunk egymástól. Ez az intimitás általi tanulás. Tehát van a kognitív, az instrumentális, és az intimitás által. Nem identitáscsere zajlik, hanem nagyon jól látjuk és érezzük egymás karmáját. És ez fantasztikus. Ennek így kell lennie? Különben hol maradna az együttérzés? De az együttérzés nem jelent azonosulást. Oké? Okay? Tehát az, hogy száz százalékig tükrözöd, de a tükör tiszta marad. Köszönöm. Szívesen. Azt szeretném kérdezni, hogy felvállalok egy karmát, hogy rengeteg pénz kell, mert rengeteget akarok segíteni. Hogy tudok ehhez hozzáférni véleményed szerint? Nagyon sok munkával, hogyha hosszú távon és jól élve szeretnéd, rövid távon kevés munkával, macera. Mert hogyha túl sok pénzt szeretnénk gyorsan, munkanélkül megszerezni, abból mindig baj van. Tehát ha önzetlen a szándék, akkor úgy tűnik, hogy könnyebb. Valójában ugyanúgy a karma törvényét, tehát a darmát kell követni, és a pénznek is van darmája. És hogyha a piac törvényeit és a kereskedelem törvényeit te belül jól használod, akkor igenis lehet pénzt keresni, és nem is keveset és aztán pedig el kell dönteni, és ezért jó a kérdésed, hogy mire használod fel azt a sok-sok pénzt, ami ott lesz a bankszámláda, és hogyha tényleg mások segítésére használod fel, akkor ez egy nagyon komoly erény. Itt két példát említenék, az egyik a tanítványi körben volt nagyon régen, Hongkongról van szó, még az arany 90-es években, és Sung egyik tanítványa, Henry, az akkori Lions Clubnak volt az elnöke. Hát akkor el lehet képzelni, hogyha egy hongkongi Lions Club elnöke valaki, és a több mint 200 tagú közgyűlésen Henry így szevasztok. Tehát amikor mind a két karját így fölteszi, az a teljes győzelem, mint az oroszlán. Nagyon sok vagyontárgya volt többek közt hat ilyen fél futballpályányi kínai étterem, napi több ezer vendéggel darabjában. És hát egyszer egy ilyen beszéden megkérdezi San hogy Zenmester, nekem hat nagyon nagy kínai éttermen van, és elég nagy a bevétel. Ez jó karma, vagy rossz? Azt mondja az öreg, nem jó, nem rossz. Mit csinálsz a pénzzel? Tehát mire fordítod? Damapadában nagyon sok rövid tanítás van, a buddha további hosszabb tanításaiban életviterről is van szó, és nézd meg, azt mondja, ha van ez, akkor van az is ha ez megszűnik, megszűnik az is. És itt, hogyha nincs dilemma, tehát nincs, hogy jól használom, vagy rosszul használom, akkor pont a helyére megy. Nagyon természetesen, nagyon világosan a helyére megy, és azt érzed, hogy ezzel elérted a célt, nem csak te, hanem mások is. És ez a működés, mert az anyagi világ eszenciája a pénz, és az elmebéli világ, a tudati világ eszenciája az éberség, Innentől kezdve, hogyha helyesen döntöttél, mert éber tiszta tudattal tetted azt, akkor ez az anyagi síkon helyes irányba megy. Magyarul nem szenvedést termel, hanem mondjuk boldogságot, elégedettséget termel, önállóságot, harmóniát termel. A pénz önmagában nem csak, hogy nem jó és nem rossz, hanem teljesen minőségtelen és anyagtalan. Adhatok neki anyagi minőséget az aranydúttól kezdve a bankjegyen át az elektronikus jelig, vagy stringig. De a pénz önmagában így nem létezik. Egy konvencióról van szó, amivel az értéket, az anyagi értéket mérem, hogy cserélni lehessen, és növelni lehessen, ki lehessen fejezni, át lehessen vinni múlt, jelen és jövő között egyik embertől a másikig. De önmagában nincs minősége. Nincs jó vagy rossz működése. Azt mi határozzuk meg emberek, hogy ez milyen és hogyan működik. Óriási a felelősség, mert nem a pénz beszél, az ember beszél. Te nem azért lettél olyan, mert sok vagy kevés pénzed van, hanem azért, mert úgy döntöttél, hogy olyan leszel. Tehát lehet jól úgy élni, hogy nincs lelkiismeret ha pedig lelkismeret furdalásod és bűntudatod van, akkor az nem azért van, mert jó vagy rosszul élsz, hanem azért, mert hibázol, és valamit folyamatosan nem ismersz fel, mert nem akarod fölismerni, és ebből van a szenvedés, ebből van a félelem, a harag, az agresszió, az üldöztetés, stb. stb. Úgyhogy én kívánom, hogy sikerüljön, és sok emberen segíts vele. Korábbi darma beszédben hallottam, ha jól emlékszem, hogy a karma az igazából az ősöktől az utódok felé hat, visszafelé nem. Nem teljesen, mert nyilván biztos vannak olyan cselekedetek, amik hatással vannak. Erről szeretnélek kérdezni, hogy ez mennyiben helyes ez az állítás így, illetve mi a hatásunk lehet az őseink irányába? Azért, hogyha az ősödnek adsz egy pohár vizet, az visszahat. Tehát maradjunk ennyiben. De nem tudod visszatanítani. Tehát fölfelé a szülői hierarchiában, te, mint gyermek, mivel ők mindig gyermeknek néznek téged, akkor is elmúltál ötven, nem tudod őket úgy megváltoztatni és visszatanítani, ahogy szeretnéd. Ez volt az eredeti értelme a mondatnak. Van olyan, hogy tudatosan vállalunk egy karmát? És ennek Van. mi a hat visszahatás? Arra gondolok, hogy kicsibe elnyomok egy poloskát, nagyba, egy is előző generációk csatába mentek a családjuk hazájuk védelméért, hogy ez hogy más üt, máshogy hogyha tudatosan vállaljuk, hogy, hogy Ha tudatos, akkor tudatosan vállalod. Ha tudattalan, akkor az ural téged. Nem mindegy. Azt szeretném kérdezni, hogy mitől lehet az, hogy bármennyire próbál a bizonyos pillanatban, de mégsem sikerül. Például most is éreztem, miközben beszéltél, hogy, hogy nem jutnak el a szavaid teljesen hozzám, pedig én nagyon szeretném és nagyon koncentrálok. Mióta gyakorolsz? Itt veletek négy-öt napja, és azelőttan két hete. Tehát összesen két hete. Nagyon jó. De két hét gyakorlás után ne várd, hogy a figyelmed az töretlen, és hosszú távon ilyen éber, és mozdulatlan lesz. Még több gyakorlás kell. Semmi hibád nincs. Csak még nem gyakoroltál eleget. És az elmen még mindig össze-vissza rángat. Értem, köszönöm. Szívesen. Lelki ébességet hogyan lehet gyakorolni. Lehet -e gyakorolni. Milyen képességet? Lelki éberség. Lelki éberség. Mm. Jó, nevezzük ezt mondjuk lélektudatosságnak, mert egy kicsikét ismertebb a fogalom. Látod, hogy most mit gondolsz. Most mit érzel, most mit mondasz, vagy mondanál. Teszel, vagy tennél. Ebben a pillanatban a karmád micsoda. Milyen impulzusaid vannak. Ez a lélektudatosság. Ez nagyon fontos, mert ha ez nincs, akkor nagyon a saját karmáknak a robotjai lennénk. Képzelj el egy malomkereket. Vízimalomról van szó. A tipikus vízimalmoknál ugye jön lefelé a patak, bemegy egy csatornába, és mondjuk a 30 centi kb. a vízimalomból, az alsó traktus az vízben van, és a vízáramlás forgatja a lapátokon keresztül a tengelyt. A tudat pont a fordítottja. 90% van vízben az a tudattalan. És a belső hajtóerők forgatják az egészet, és a külső érzékszervi hatások pedig vonzzák a belső impulzusokat és válaszokat. A külvilággal való kapcsolatod az a felső 10%, amely kim van a vízből, ahol a lapátok látszanak. Ami a keréken van, az akkor tud csökkenni vagy növekedni, akkor tudsz adni és venni, érzékelni és érzékeltetni. És önne visszafordul a tudattalamba az egész, és így forog az érzékelés, a lélek folyamat a testen keresztül. És hogyha megfelelő irányban forog a kerék, akkor ezek az érzékelések elvezetnek a célig. A tanulás, tapasztalás, felejtés hármasságával. De hogyha nem megfelelő az irány, akkor úgy érezzük, hogy szó szerint helyben járunk, és hiába való az egész. És a lélektudatosság azért kell, hogy pontosan lássuk, hogy a kerék mit hoz föl a tudattalamból, mit tapasztal a világban, és mi az, amit levisz. Amivel azonosulunk, azt megtanuljuk. Amivel megszűnik az azonosulásunk, azt elfelejtjük. Az emlékezett tartalma nem abszolút. A dualitások nem önmagukban léteznek. Ezért fontos a lélektudatosság, melyet először a testtudatosságon keresztül tanulunk. Nézd meg a gyerekeket. Az első ilyen nagy tanulás a játék. Egy gyerek, ha nem játszik, nem fejlődik rendesen. És éppen ezért a testtudatosság tapasztalása tárgyakkal való kapcsolat az instrumentális tanulás, uram, elősegíti a kognitív tanulást. Tehát a testtudatosság az előszobája a tudatosságnak, Ezért ennyire fontos. És a meditációban, amikor felteszed a kérdést, vagy hangoztatod a mantrát, akkor ez segíti a zaj kipucolását, és ennek a tudatosságnak a megélését. A jép most belül mi van, mi ez? Ez a tárgyas kérdés. Amikor belülre irányul, de látja a karmát, és ráirányítod a figyelmed, fénysugarát, hogy mi ez, honnan jön. Tehát ez aztán az éberségig, a teljes tárgyatlan tudatig, és utána pedig az egyévállást tapasztalásáig is mehet. Úgyhogy nagyon fontos műveljük is. Lehet-e egy karma annyira relatív, de erős, vagy tudatos, úgymond? hogy egy emberen keresztül az ember akaratán kívül bevonz az emberen kívül embereket úgy, de csak azért, hogy a karma tudjon teljesülni. Szóval tud -e ennyire erős lenni egy karma, hogy így irányítja az ember körülött a dolgokat? Tud ilyen erős lenni. Ez úgy hívjuk a tudattalan kisugárzása. Tehát te tudatosan ezt nem akarod, de a tudattalanból olyan erősen sugárzik kifelé, hogy embereket, eseményeket, még tárgyakat is bevonz azért, hogy ő teljesüljön. Igen, ilyen van. Ezért kerülünk néha olyan helyzetbe, amit nem várunk, de a tudattalanunk már rég megásta ennek a helyet. Ezért kerülünk olyan kapcsolatba, hogy Úristen! ki ez, és miért van itt, és mit akar, és hogyan, de valójában a tudattalan már rég megteremtett azt a teret, amit ez az illető betölt. Van ilyen. Sőt, sőt, nagyon sokszor így és csak így teremtünk kapcsolatot, mert nem merjük el tudatosan, hogy pontosan mit akarunk. Pontosan a lélek tudatosság hiánya, a karma nem látása az, amely a tudattalamba pakolja le, és az ott nem áll, az nem mozdulatlan, az bizony sütfőzt takarít és tevékenykedik, megteremti a teret, megteremti az eseményt, megteremti a véletlent. Nincsenek véletlenek. Mitől van az, hogy például itt ebben a templomban minden személyben felfedezek valakit, akiben a múltamba nincs elrendezve valami? Ez azt jelenti, hogy jó helyre jöttél. Ez <sítható> <a jól. sítható> Igen. Ez, ez Minden normális. ember előbb-utóbb tükröt tart a másiknak, ezt páran nehezen viseljük el. Korábban én is ezek közé tartoztam, hogy Úristen, ez honnan tudja? Nem tudja, csak pont a karmám miatt van ott. Azért vonzottuk be egymást, hogy tükröt tartsunk egymásnak. Előbb-utóbb megtanulunk ezen derülni is, mert kömben széttépnek a berendezést. Igen, nagyon hamar észrevetted, és ez nagyon jó. Tehát mi az, amit tanulhatunk egymástól, mert egymás segítségével jobban látjuk egymásban, tükrözzük egymást. Ha ezt jól csináljuk, segítjük egymást, ha rosszul, akkor akadályozzuk egymást, az kész. Köszönöm. Először is köszönöm, hogy itt lehetek, és itt lehetünk. A másik pedig az, hogy mikor megjelenik a kérdés valami bennem, Néha megjön a választ is, tehát akkor ezt én teremtem? Igen. Tehát úgy jön meg a választ, mert a kérdést más is te teheti fel, de nekem valahonnan. Benne. Egyébként csend van odakint, ugye? Tehát ez belül történik. Belül. Akkor jó hírem van. A kérdést te teszed föl, és a választ is te adod. Ezt akartam én. De, ha a tudat nem tiszta, akkor rosszul válaszolsz a saját kérdésedre. És akkor megint kétségbe vagyok, zuhan vagy úristen. Most maradjak a saját autómban, vagy üljek át egy másik autóba. Ez a válasz helyes, hogy ami öt perccel ezelőtt volt. Vagy várjak egy öt perccel későbbire. Tehát, hogyha az elme latolgat, és nézeget, és állandóan ellenőrzi önmagát, és mindig akar valamit, és ilyen kis dualizáló ciklusokban van, akkor nincs egy megnyugtató válasz, pedig arra szükség van. Ezért kell a megfelelő kérdés-válasz gyakorlat, lást, kuan interjú az elvonulásokon, mert akkor megtanulsz kérdezni és válaszolni helyesen. Tényleg a tiszta tudat teszi ezt, és nem pedig a karmádnak a különböző hullámvasutazása. utazása. az jó válasz, rossz válasz. Szeretem, nem szeretem, megcsinálom, nem csinálom. Ezek mind részleges válaszok. Onnan tudod, hogy helyesen válaszoltál belőle. Hogy a kérdés mellett mindenféle akarat nélkül ott marad a válasz, és nem mozdul el? Felteszed a kérdést, és nem félsz, vagy remélsz, vonzod, vagy taszítod a különböző válaszokat, hanem engeded, hogy pont az a válasz szegődjön mellé, amelyik oda tartozik. Mindenféle akarat nélkül, csak a tisztánlátással. Ehhez hihetetlen bátorság kell. Hogy te merd elviselni azt az eredményt, amiről nem is tudod, hogy micsoda? És akkor az mégis az. Onnan tudod, hogy az, hogy fókuszálsz a kérdésre, és a válasz nem mozdul el mellőle, az mindig ott van. Mindig ugyanaz a válasz vonzódik be hozzá. Én kívánom azt, hogy mindannyian tegyük föl a megfelelő kérdést, tiszta tudattal, türelemmel lássuk meg a választ és utána legyen bátorságunk a helyes úton járni, és hogyha helyes irányba megyünk, kellő elhatározással és kitartással, akkor mindannyian elérhetjük a felébredést, és megszabadíthatunk minden lényt a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet!